Gondot okoznak a gazdájukat óvodába, iskolába, boltba kísérő, majd a falu utcái randalírozó kutyák Tiszapüspökiben. Olyan lakott utcában vagyunk, ahol sok a kisgyerekes család, és a településre jellemző elhagyott ingatlanok is vannak, amely, ha itt látszik mögöttem, akkor megnézhető, hogy kerítés nélkül bizony a kóborebeknek ilyen menedékhelyet, búvóhelyet tud nyújtani. De mégsem akarom ezt egy szóval megválaszolni, mert sokkal összetettebb a dolog, mint ahogy a probléma sem egyszerű. Tehát kezdjük ott, hogy van felelős állattartás, és ugye 850 ingatlanja van a településnek, amiből azért a 60-70%-a, ami lakott, és mind a 29 utcánkra jellemző, hogy ilyen és ehhez hasonló elhagyott ingatlanok vannak, ahol ugye nincsen gazdája, és ott a hosszabb ideje van gazdátlanul, akkor már be sincs kerítve. És a felelőtlen állattartásnak köszönhetően számtalan olyan kóborebünk van, ami ilyenkor különösen tavasszal még szaporodik, és ugye az életmódjukból adódóan csapódnak a szomszéd ingatlanokhoz, kifosztják a kukákat, vagy éppen azt választják, hogy ilyen gyerekcsapatok indulnak reggel óvodába, iskolába, és akkor az ő kíséretükben vonulnak fel a településen, és okozzák azokat a problémákat, ami rávilágította arra, hogy valamit tenni kell. Na most mit lehet tenni? Ugye azok a módszerek már, amelyek korábban elfogadottak voltak, hogy helyi vadőr vagy vadász rendezte ezeket a dolgokat, régen idejét múlták, és az állatvédelmi törvény szabályai szerint ez csak szakemberrel és megfelelő módon lehet kezelni. Ezt tesszük mi is, szerződésben állunk egy mezőtúri állatbefogó céggel, aki a szakma szabályai szerint hasonlóképpen áll szerződésbe ugye az állatorvossal, valamint a menedékhelyel, és a befogás szabályai pedig ilyen altató, lövedékes, kilövéses módszerrel tudjuk csinálni. A probléma folyamatos a település első embere szerint. Most nálunk a fő problémát az jelenti, hogy különösen ilyenkor tavasszal így bandába járnak ezek a jószágok, és mondjuk egyet kilő közülük az állatbefogó, akkor a többi szana szétszalad, és mondjuk jó esetben, ha találunk még a településen több ilyen csoportot, akkor egy-két kutyát el tud vinni a 10-15 helyett. Úgyhogy mivel nem Tiszapüspökiben van ez a szolgáltatás, hanem ide kell jönni, hogy az sem segíti ezt a dolgot, hogy azért jó esetben egy-két óra kell, hogy ide érjen, és akkor már az a megtapasztalt veszély, amit okozhatnak ezek a jószágok, az már esetleg nem áll fönn, mert elkóboroltak innét. Úgyhogy alapvetően Tiszapüspöki azt próbálta tenni, hogy szerződést kötöttünk ennek a szabályos befogásnak az érdekében, és ezt a feladatot végezzük, ez a számlában meg is jelentkezik, hogy hatékonyak vagyunk, eredményében viszont ezt nem mondhatnám el. Azok a lakosok, akik vétlenek a kialakult helyzetben, már türelmüket vesztették és félnek, de az önkormányzat azon kívül, hogy fizeti az állatbefogót, tehetetlen. A település vezető szerint, mivel ez általános probléma az országban, az önkormányzatoknak biztosítani kellene azt a lehetőséget, hogy minimális képzéssel helyi szinten is befogadhatóak legyenek a kóborló jószágok.